e két nagyon fontos dolog volt, amiről szót ejtettünk. Az egyiknek ad aktualitást, hogy 50 évvel ezelőtt volt Dunaújvárosban először horgászverseny Magyarországon. És az idei évben két fehérvári, székesfehérvári úr könyvet ír a megye halászatáról, horgászatáról, és hát ebben a könyvben megemlítik az akkori horgászversenyt, tehát egy nagy attrakció volt 50 évvel ezelőtt, és hát arra gondoltunk, hogy ezt meg kell ünnepelni, és az idei évben is kellene csinálni egy országos, vagy még nem eldöntött, hogy esetleg nemzetközi horgászversenyt. Hát ennek az előkészületei most folynak, és hát ennek a részleteiről és az anyagi feltételekről ejtettünk szót a polgármester úrral. Ez volt az egyik nagyobb horderejű téma, a másik pedig, hogy mi annak a reményében pályázunk horgászturisztikai központ kialakítására, hogy majd azért ez meg is fog valósulni. 13 milliárd forintot utalt át a kormányzat a MOHOSZ-nak, a Horgászok Magyarországi Szövetségének, avval, hogy találják meg azokat a településeket, azokat a horgászcentrumokat, ahol ezt a horgászturisztikai pontot meg lehet valósítani. Ez egy nagy volumenű projekt lenne, egy új horgásztanya építésével, amelyik hát több mindennek meg kell feleljen. Egyebek között az ismeretterjesztésnek gondoltunk teret adni, és hatalmas nagy akváriumokon keresztül a Duna élővilágát bemutatni. Ez nem csak a horgászoké, hanem a város polgárai, az iskolások, általános iskolások, középiskolásoknak is egy nagyszerű program lenne. Épp azt beszéltük, hogy tehát egy ilyen Dunaparti séta alkalmával a szoborpark, aztán az épülő vagy létesülő horgásztanyám ennek az akváriumháznak a bemutatásával, és a tanösvény végén pedig hát a felső öböl, ahova terveink szerint egy sás, káka, nádas részt telepítenénk, ahol esetleg vízimadarakat is lehetne betelepíteni. És hát ezekről beszéltünk, hogy milyen feladatokat ró ez a közeljövőben az önkormányzatra, meg ránk, hiszen tavaly március 22-én kötöttünk egy együttműködési szerződést az önkormányzattal, hogy mindketten a saját magunk módján hát igyekszünk megvalósítani ezt az elképzelést.